Puhányi Urbán Katalin igazgatónőt a Varró István szakiskola és szakközépiskola elmúlt tanévéről kérdeztük. Az igazgatónő véleménye szerint ez a tanév is sikeresnek mondható. Több eredményt fel tudunk mutatni, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy eredményes tanév volt. A ballagások már itt is lezajlottak, és a végzősök egy része már átesett a szakmunkás vizsgákon, a szakközépiskolások pedig az érettségire készülnek. 120 diák ballagott, 90 tanuló szakmai vizsgát tett, 30 tanuló pedig érettségi vizsgát tesz a jövő héten. A szakmai tanulmányok lezárására eddig kereskedők, kőműves tanulók, festőtanulók, gépiforgácsoló tanulók és asztalos tanulók tettek sikeres vizsgát. Az érettségizők pedig majd hétfőn, kedden és szerdán próbálkoznak meg, és reméljük, hogy ők is sikerrel. A végzősök azonban sok esetben nem fejezik be a tanulást. A végzősök között nálunk az a jellemző, hogy vagy második szakmát választanak, és más területen tanulnak tovább, többen maradnak érettségire felkészítő osztályban, illetve érettségre épülő szakképzésbe kapcsolódnak be. Főiskolai tanulmányokra 4 tanuló jelentkezett az intézményből, bízunk abban, hogy ők is sikeresen teljesítik majd az érettségi vizsgát, és bekerülnek felsőoktatási intézménybe. Az évközbeni eredmények változóak, bár a tanulók szakmai és tanulmányi versenyeken is eredményesen képviselték az iskolát. 2 kiemelkedő tanulmányi versenyeredményünk van. Egy 10. osztályos tanuló országos szakiskolai tanulmányi verseny országos döntőjében 13. helyezést ért el történelem tantárgyból. Őrá kiemelten büszkék vagyunk, hiszen közismereti tárgyból eredményt elérni, és ilyen jó eredményt elérni, az számunkra egy nagyon nagy dolog. A másik jelentős eredményünket egy végzős festőtanuló érte el, aki a szakmakiváló tanulója verseny országos döntőjében 8. helyezést ért el. Ezzel ennek a tanulónak nem kellett szakmai vizsgát tenni, hanem a versenyeredmény alapján megkapta a szakmunkás bizonyítványát. A versenyen elért jó eredmény munkaviszonyt jelentett. A volt gyakorlati helyén alkalmazták, tehát a tanuló szerződése megszűnt, és most már munkaviszonyban folytatja ott a tevékenységét. 2 éve avatták a laktanyában a tanműhely épületét, hiányosságok viszont még manapság is akadnak. 2 évvel ezelőtt került átadásra ez az épület. Az elmúlt időszakban történtek előrehaladások, de még az épület teljes egészében nem használható. A földszinti része az, amit birtokba tudtunk venni. Szakképzési hozzájárulásból és a önkormányzat támogatásával be tudtuk fejezni a földszintet. Ott a gépi forgácsoló tanműhelyek működnek, a tanulók oda járnak ki gyakorlatra, és most még a kőműves tanműhely az, amit át tudtunk venni. Sajnos az emelet kialakítására még eddig nem volt anyagi lehetőségünk. A főtéri tanműhelytől azonban a nyár folyamán kénytelenek lesznek megválni, az itteni berendezést a kollégiumban és a laktanyában helyezik el. Tanműhelyből ki kell költöznünk, ezt az önkormányzat más célra kívánja felhasználni ezt az épületet, most folyik a költözködés. A kereskedő kabinetet és a tanirodát már a napokban sikerült átpakolni, ennek a kollégium földszintjén biztosítottunk helyet. A gépi forgácsoláshoz tartozó eszközök azok kikerülnek a laktanya úti tanműhelybe, és a faipari, illetve a festők gyakorlati helye pedig ide az iskola udvarára kerül majd át, itt is van egy tanműhelyi épületünk. Tehát így próbáljuk megoldani. Nagyon szűkös a hely, nagyon sok eszközt kell megmozgatni, szerszámgépeket, stb. És kell elhelyezni, de megértjük a fenntartó álláspontját. Nyilván az van-e mögött az épületből való kiköltözés miatt, hogy ez egy értékes főtéri ingatlan, amit az önkormányzat feltehetően nem szeretne állami kézbe adni, amikor az intézmény állami fenntartásba kerül. Egyéb beruházást vagy nagyobb munkát nem is terveznek. A minden évben szokásos tisztító festések zajlanak, vagy kezdődnek meg a jövő héten, illetve a költözéshez kapcsolódóan az új gyakorlóhelyek kialakítása miatt kell néhány kisebb átalakítást megtennünk a kollégium épületében, illetve az udvari tanműhelyben. Ezekhez fogunk most hozzá. Más nagyobb beruházások
beruházás pillanatnyilag nincs, sajnos erre nincsen már anyagi fedezet, illetve nincsen forrásunk. És amit még el kell mondanunk, hogy nálunk június 15-ével nem fejeződik még be a tanév, hiszen 18-án hétfőn kezdődnek a szakmai gyakorlatok, a nyári összefüggő szakmai gyakorlatok különböző szakmákban. Most a tanulóknak 140 óra gyakorlatot kell eltölteniük, úgyhogy július 15 lesz, meg július vége egyes szakmákban, amikor befejeződik hivatalosan is a tanév. Az íróasztalon bizonyítványok tornyosulnak, az érettségizők okmányai. Az igazgatónő azt is elárulja, hogy az osztályozó értekezlet még ezután lesz, az iskolai átlag tehát még nem tudható, de átlagos tanév volt a 2011-2012-es. Átlagot még nem tudunk mondani, ma délután lesz az osztályozó értekezlet, tehát most dől el, hogy kik azok a tanulók, akik eredményesen teljesítették a tanévet. Itt ezek a bizonyítványok még az érettségizők bizonyítványai. Tehát átlagot még nem tudunk mondani. Az elmondható, hogy a 9. évfolyamon minden évben nagyon magas a bukási arány, idén sem lesz másképp, és hát ez bizony a tanuló létszámnak, tehát a 9. évfolyamos tanuló létszámnak egy 30%-át jelenti. Ugye ők augusztusban javítóvizsgát tehetnek, sajnos a tapasztalat az, hogy nyáron nem nagyon készülnek a javítóvizsgára. A Varróban június 18-ától megkezdődnek a szakmai gyakorlatok, ezzel indul a nyár.